Beszéljünk akkor egy kicsikét a visszaáruzásról. Tehát a visszaáruzás, ugye a terméket nem veszem át minőségi hiba miatt, és ezért visszaáruzhatom a cégnek ugye a terméket még. Illetve van szállítói megállapodás alapján is visszaáruzás. Például, ami nem fogy el az áru, azt ugye visszaviszi a szállító. Van még szezonális termékeknél visszáhozás, például karácsonyi dekoráció, illetve lehet még termék visszahívásból eredő visszáhozás is, ami ugye a termék, ha készleten van, termék visszahívásnál, ugye a szállítóval és a területi képviselővel ugye egyeztetni kell esetleg, és ugye el kell különíteni a termékeket, és rá kell írni, hogy visszáruga vár. Fizikai elszállításkor a visszáru jegyet, illetve a bizonylatot el kell készíteni, majd a készletről ugye a termékeket le kell venni. Tehát visszáruzásnál a készletről levesszük a termékeket, amiket visszáruzásra megy. Ugye, mint hogyha minőségi hiba miatt, vagy szállítói megállapodás miatt, vagy szezonalitás miatt, vagy termék visszahívás miatt, mind le kell, hogy kerüljön a készletről. Ez fontos kihangsúlyozni, hogy vegyük le a készletről ezeket a termékeket. És nagyjából szerintem a visszáruzásról ennyit kell így elmondanom, illetve tehát amit mondtam, hogy minőségi hiba miatt, itt gondolok arra, hogy például a rizs szakadtan érkezett. Például. És akkor ezért minőségi hiba van, már alapból az árt nagy kartondoboz csomagolásba, amit ugye hozott a gyártó, már abba az egyik zacskós rizs, mit tudom én, szét szakadt, és ugye, hát azt nem láthattam, de viszont minőségi hibája van, vagy penészesedik esetleg. Mit tudom én, a kenyércsomagolás. Tehát a kartondobozban lévő kenyér, ugye sok kenyér van egy ilyen nagy kartondobozos gyűjtőcsomagolásban, és az egyik már mondjuk például penészesedik. Tehát akkor szintén minőségi hiba miatt ugye visszáhúznom kell a terméket. Illetve visszáhúzhatom, amit beszéltünk, hogy szállítói megállapodás alapján. Tehát mondhatja azt a szállító, ugye megállapodás alapján, vagy megegyezhetek az úgy a szállítóval, hogy mint én nem fogy el 30 karton Coca-Cola, akkor például visszaviszi a szállító. Ez csak egy példa. Tehát ezt a szállítóval ugye meg kell egyezni, meg kell állapodni. Illetve a szezonális termékeknél ez például egyértelmű, hogy karácsonyi dekorációt például nem fontos tartani egész évben, úgyhogy lehet visszáhúzni, amit esetleg nem vesznek meg. Illetve a termék visszahívás, az ugye a nébi, meg az ilyesmik megállapítanak, mit tőlem olyan nem kívánatos összetevőt egy bizonyos gyártott termékben, hogy vissza kell hívni. Tehát ezt központilag adják ki, megmondják a gyártási tételszámát, mert minden terméknek van egy gyártási tételszáma, ugye ezt megadják, és azon a gyártási tételszámos darabokat ugye visszahívják. Ugye ilyenkor a szállítóval is kell egyeztetni, illetve el kell különíteni a termékeket, és ráírni, hogy visszáhúzásra vár. És akkor le is kell venni a készletről. Nem ragoznám akkor tovább a szót, a visszáhúzásról így ennyit kell tudni, úgyhogy remélem hasznos volt ez az információ, és további jó tanulást kívánok!